Szeretettel köszöntöm a Hungary Sport kedves nézőit. Hát itt van velünk a nyár egyik új szerzeménye, Kovács Zsina. Zala Egerszegről tette át székhelyét. Mint a felhozónkban azt lehetett tudni, illetve Szabó Lászlóval készült interjúmból már kiderült, hogy nagyon nagy reményekkel várt téged Szombathelyre. Hát bejött a számításod eddig az elmúlt néhány mérkőzés kapcsán, amilyen szerepet betöltesz? Abszolút, nagyon is. Ezért jöttem, hogy egy kicsit felszabadultabban, nagyobb játékkedvel tudjak játszani, és be tudjak tételni, hogy van helyem máshol is. És örülök, hogy a lányok befogadtak. Megyünk, 6-ból 6 győzelemmel állunk el, szerintem nem kellenek szavak. És örülök, hogy itt tartunk, ahol most tartunk. Kicsit ugorjunk még vissza a szezon kezdetére. Amikor ugye a bajnokságra hangoltatok, akkor azért volt egy streetball bajnokság a többen is, amit részt vettetek. Nagyjából fel tudtad térképezni, hogy milyen erőviszonyok várnak itt benneteket Szombathelyen. Azt kaptad, amire vágytál egyébként? Igen, abszolút. Voltak nyilván nehezebb edzések, meccsek, ahogy nem úgy kezdtünk, ahogy szerettük volna, nem úgy vélekeztünk, nem úgy támadtunk, de abszolút úgy azt vártam, ahol most vagyunk. Kicsit ugorjunk ki a kosárlabda csarnokból, hiszen tanulsz is, ugye egyetemista vagy. Miért pont Szombathelyre? Nem lesz jó. Nem lesz jó, azt mondod? Nem vagyok egyetemista. Nem, de tanulni szeretnél, én úgy tudom. Az edzői képzést azt csinálom. Erre gondoltam, hogy ja, első körvégem. Azt mindenképpen, már a későbbiekben edzősködni szeretnék. És amit ott elsajátítasz, azt gondolom később akkor használni is szeretnél. Persze, persze, természetesen. Rendben. Szabadidődben mit szoktál csinálni? Hiszen azért el lehet mondani nálatok, hogy hiába feszített menetrend van, illetve kosárlabda és az edzés és a mérkőzések, azért kell egy kis feltöltődési idő is nektek. Persze, szabadidőmben lovagolok, most már újra versenyszerűen, most holnap is megyek egyébként egy versenyre, illetve a barátommal megyünk, közös programokat csinálunk, és igazából ezt tölti ki a mindennapjaimat. Mennyire sikerült beilleszkedned, hiszen azért egy új játékosnak mindig nehezebb, hiszen a régi mag akár 5-10 éve is együtt kosarazhatnak itt Szombathelyen, te pedig ebbe a közegbe csöppentél bele. Nyilván volt, aki nem úgy várta, hogy azt szerettem volna, de igazából szerintem mindenkivel sikerült megbeszélni, és úgy érzem, hogy ezért tartunk itt. Ugye, mivel Zalaegerszegen azért élvonalbeli múltad is van, mondhatjuk ezt nyugodtan, sokkal nagyobb felelősség is terhelődik rád. Ez a nyomás egy plusz presztízst ad neked, vagy inkább kellemetlen, hogy többet várnak? Ez nekem abszolút presztízs, hogy megmutassam, hogy igenis itt vagyok, és megmutatom. És milyen terveid vannak hosszabb távon? Akár a kosárlabdával, akár magánéletre gondolok. Hát mindenképpen szeretnék még A csoportban játszani. Az nálam még szerintem nem lefutott. Későbbiekben meg majd az idő eldönti. Rendben. Nagyon szépen köszönöm és sok sikert kívánok!